Szeretettel köszöntöm a jelenlevő gyülekezetet, illetve mindazokat, akik a TV képernyője előtt tartanak ma velünk az apostol szavaival. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, a szent lélek közösségében. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva magasztaljuk a mi urunkat a 370. dicséret első versének éneklésével. A 370. dicséret első versét énekeljük, mely így kezdődik: Úristen, csak néked éneklek. Helyünket elfoglalva könyörögjünk tovább a már megkezdett 370. dicséret második és következő versének éneklésével. A 370. dicséret második verse így kezdődik: Ó, vonj, atyám, fiadhoz engem! Hozzád, mert így
Kedves testvérem, hallgassátok meg Isten igéjét, úgy, amint azt a mai napra a Bibliaolvasó kalózunk kijelöli számunkra a Zsoltárok könyvének 27. fejezetéből. A 27. Zsoltárnak ez a címe: Békesség Istennél, Dávidé. Világosságom és segítségem az Úr, kitől félnék? Életemnek ereje az Úr, kitől rettegnék? Ha rám támadnak is a gonoszok, szorongató ellenségeim, hogy marcangoljanak engem, majd megbotlanak és elesnek. Ha egy egész tábor jön is ellenem, nem fél a szívem. Ha háború tör is rám, én akkor is bizakodom. Egy dolgot kérek az Úrtól, azért esedezem, hogy az Úr házában lakhassam egész életemben. Láthassam, milyen jóságos az Úr, és gyönyörködhessem templomában. Megóv engem sátrában a veszedelem napján, erre egy sátra mélyén, magas kősziklára helyez engem. Így hát fölemelt fővel állok ellenségeim között. Ezért örvendezve mutatok be áldozatot az Úr sátrában, és éneket zengek az Úrnak. Halld meg, Uram, hívó hangomat, könyörülj rajtam, hallgass meg. Ha ezt mondod, járuljatok színem elé, szívem így válaszol, színed elé járulok, Uram. Ne rejtsd el előlem orcádat, ne utasíts el haragosan szolgádat. Te vagy az én segítségem, ne vess el, ne hagyj el, szabadító Istenem. Ha apám és anyám elhagyna is, az Úr magához fogad engem. Uram, taníts meg utadra, vezess a helyes ösvényen, mert ellenségeim vannak. Ne dobjod a ellenségeim indulatának, mert hamis tanúk támadnak rám, bosszút lihegnek. De én hiszem, hogy még meglátom az Úr jóságát az élők földjén. Reménykedj az Úrban. Légy erős és bátor szívű, reménykedj az Úrban. Eddig Isten írott igéje, ő tegye azt áldottá, érthetővé közöttünk. Jöjjetek, imádkozzunk. Hatalmas Istenünk, szerető mennyi édesatyánk, valóban téged dicsérünk és magasztalunk ének szóval, csak téged illet szívünk minden tisztelete. Nagy vagy te, hatalmaddal tartod fenn ezt az egész világ mindenséget, és a te dicsőségedben és szentségedben gondolsz ránk, parányi, bűnös emberekre. Köszönjük, hogy a mi reménységünk is egyedül te vagy. Köszönjük, hogy mi magunk is egyedül benned bízhatunk, és hozzád menekülhetünk. Téged áldunk, hogy mint egykoron Dávid, hogy mi magunk is nálad találhatjuk meg a békességet. Köszönjük, hogy eddig is te őriztél. Köszönjük az életünket, köszönjük, hogy napjainkhoz napokat toldasz. Köszönjük, hogy egész családunkkal a te kezedben lehetünk. A te áldásodat jöttünk kérni ezen a mai alkalmon is, és előtted szeretnénk elcsendesedni. Úr Jézus, te megvizsgálsz és ismersz bennünket. És amikor megvizsgálod a mi szívünket, te látod, mennyi bűn, mennyi nyomorúság van bennünk. Kérünk, könyörülj rajtunk, bocsáss meg nekünk. Hadd meneküljünk oda most is te hozzád. Kérünk, te légy most is a mi menedékünk, oltalmunk. Te áld meg a mi együttlétünket. Drága lelked által szentelj meg bennünket, hogy az igének ne csak hallgatói, hanem megtartói is legyünk. Amen. Az ige hirdetésre készülve a 467. dicséret első versével könyörögjünk. A 467. dicséret első verse így kezdődik: Jöjj, királyom, Jézusom! Yeah.
Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Istennek azt az igéjét, melynek alapján az ő üzenetét szent lelke segítségül hívásával hirdetni kívánom közöttetek. János evangéliumának a 8. fejezetéből az első 11 verset olvasom. Jézus pedig kiment az olajfák hegyére, de korán reggel ismét megjelent a templomban, és az egész nép hozzá sereglett. Ő pedig leült, és tanította őket. Ekkor oda vezettek az írástudók és a farizeusok egy asszonyt, akit házasságtörésen értek, középre állították, és így szóltak Jézushoz, Mester, ezt az asszonyt házasságtörés közben tetten érték. Mózes azt parancsolta nekünk a törvényben, hogy kövezzük meg az ilyeneket. Hát te mit mondasz? Ezt azért mondták, hogy próbára tegyék, és legyen mivel vádolniuk őt. Jézus pedig lehajolt, és ujjával írt a földre. Amikor továbbra is faggatták, felegyenesedett, és azt mondta nekik, aki bűntelen közöttetek, az vesse rá először követ. És lehajolva tovább írt a földre. Azok pedig ezt hallva egymás után kimentek, kezdve a véneken. És egyedül ő, meg az asszony maradt ott a középen. Mikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, így szólt hozzá, hol vannak a vádlóid? Senki sem ítél el téged? Senki. Uram. Jézus pedig ezt mondta neki. Én sem ítélek el téged, menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz. Eddig a felolvasott ige. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérim, épp a napokban olvastuk ezt az ige szakaszt a Bibliaolvasó kalózunk által kijelölt ige részként, és hát egy találkozásról olvasunk itt ebben a történetben. Egy találkozásról, ahol emberek találkoztak Jézussal. Illetve egy olyan valakiről is olvasunk, aki nem akart, nem szeretett volna Jézussal találkozni, de oda rángatták őt, és neki is találkoznia kellett az Úr Jézussal. És egy különleges történet ez az egész, mert épp ahogy olvassuk a kalóz szerint az igét, látjuk, hogy épp a sátoros ünnepeket ünnepelték az izraeliták. A sátoros ünnepet minden éven megünnepelték, és ilyenkor arra emlékeztek, hogy Isten az ő őseiket 40 éven keresztül hordozta, óvta, őrizte a pusztai vándorlás során, és ebből az alkalomból ők is évente egy héten át lomb gajakból készítettek sátrakat, és hát így is hívták ezt az ünnepet, hogy a lombsátor ünnepe, és ezen úgy együtt voltak. Ők maguk is egy kicsit átérezték őseiknek azt a helyzetét, hogy sátorban laktak, vándoroltak a pusztában, nehéz sorsuk volt, de emlékeztek arra, hogy Isten vezette őket. És az ünnepeken mindig Isten nagy tetteire emlékeznek az emberek. Ugyanakkor azt is olvassuk, hogy a sátoros ünnepek épp a végéhez értek. És amikor véget ért a sátoros ünnep, akkor az utolsó este volt még egy hatalmas nagy mulatság, ami talán már annyira nem is illett az Isten népéhez. Úgy hívták ezt az ünnepet, hogy a fáklya tánc. És estére egy hatalmas nagy mulatságot rendeztek, hát volt ott minden. Volt ott eszemiszom, volt ott zene, volt ott tánc, és a nagy ünneplésbe megfértek a bűnök is. És ezután olvassuk, hogy a farizeusok és az írástudók, a nép vezetői, akinek a törvény fölött kellett volna őrködni, keresnek gyorsan valakit, és a nagy ünnepen tetten érnek egy nőt, aki házasságot tört. És őt viszik oda az Úr Jézus elé, őt viszik oda a templomba, és ilyen lelkülettel, ilyen felhevített lelki állapotban, bennük van az ítélkezés, de bennük van az is, hogy az Úr Jézusba valami hibát találjanak, jönnek el a templomba. Az Úr Jézusról meg azt olvassuk, hogy ő mielőtt a templomba ment volna, kiment az olajfák hegyére. Sokszor olvasunk a Bibliában arról, hogy Jézus a tanítványaival az olajfák hegyére megy, mert az olajfák hegye az Úr Jézusnak és a tanítványainak az életében mindig az elcsendesedésnek volt a helye. Ahol egy kicsit el lehetett csendesedni, ahol egy kicsit egyedül lehetett lenni az atyával.
És ilyen békességgel jöttek fel a templomba. Hát látjuk, hogy többféleképpen is lehet jönni. Többféleképpen is lehet az Úr Jézust hallgatni. Volt, aki csak azért ment, hogy valamit belekössön. Hát, ha talál benne valami hibát. Így jöttek ezek ide, az Úr Jézust csapdába csalva, az Úr Jézus pedig olyan bölcsen tudott válaszolni. Olyan békésen. Azt olvassuk, hogy ezek hozták az asszonyt, oda dobták a középre, pedig, ha jó belegondolunk, épp a prédikáció zajlott, ha úgy tetszik. Az Úr Jézus épp tanított, talán illetlenség volt, hogy úgy bedobnak valakit a középre, és félbeszakítják a tanítást, bár olyan tisztelettudóan szólítják meg, Mester, mi azt olvastuk a törvényben, hogy... És félig idézik a törvényt. Azért mondom, hogy csak félig, mert csak az asszonyt hozták. A mózesi törvény pedig így szól, ha valaki férjes asszonnyal paráználkodik, és a fele barátja feleségével paráználkodik, halállal lakoljon a parázna férfi, és a parázna nő. De olyan érdekes, hogy ők csak a nőt hozzák. Az írásmagyarázók megjegyzik, hogy abban a korban a férfiak mennyire egyet tudtak érteni, és mennyire tudták védeni egymást. A nőt elítélik, a férfit engedik, te szaladj. Lehet még szóltak is neki, hogy most kellene kimenni. És vajon nem így van az ember, hogy a másik életében a bűnt sokkal könnyebben észreveszi és elítéli, mint a sajátjában? Van is egy jó közmondásunk, amit szabad Jupiternek, nem szabad a kisökörnek. Meg is magyarázzuk, hogy mit, miért, hogyan. Olyan különös, hogy az emberben ott van ez az indulat, az ítélet. A büntetés utáni vágy, nem véletlenül szeretjük az akciófilmeket is, ahol a főhős a végén végre jól megbünteti azt, aki valami rosszat követett el, és üs neki még egyet, hogy ott van az emberbe is az indulat. Érdekes, hogy az emberségnek nincs helye. A nagy tanács tagjéba semmi tapintat, csak van törvény, van eljárás, mi az ítélet, már tudják előre. Érdekes, hogy a saját életükben így nem vették észre a bűnöket. De azt talán nem is látszott annyira. Meg ugye azt szokták mondani, hogy amíg nem kapnak rajta, addig lehet. Tudjátok, kedves testvéreim, mindig az a cél, hogy amikor valakinek a gyengeségét látjuk, most először másról beszélünk, ugye, mert mindig előbb másról beszélünk, utána magunkról, akkor csak egy kérdés van, hogy mi a cél? Ítélet? Vagy a mentő szeretet. És a kettőn nagyon sok minden múlik a mi életünkben is. Mi sokszor azt hiszük, hogy csak a másik életéről döntünk. Nem. A saját életünkről is döntünk ilyenkor. Emlékezzünk csak, mit tanított az Úr Jézus a hegyi beszédben. Így olvassuk a 7. fejezetben Máté evangéliumában. Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal fogtok megítéltetni. És amilyen mértékkel mértek, nektek is olyan mértékkel mérnek majd. Miért nézed a szálkát atyát fia szemében, a saját szemedben pedig miért nem veszed észre még a gerendát sem? Vagy hogyan mondhatod testvérednek, hadd vegyem ki a szálkát a szemedből, mikor ott van a gerenda a sajátodban? Képmutató. Vedd ki előbb saját szemedből a gerendát, és akkor majd jól fogsz látni ahhoz, hogy kivehesd atyát szeméből a szálkát. Hát tanít az Úr Jézus, hogy ne legyünk elhamarkodottan ítélethozók. Mi olyan gyorsan le tudjuk vonni a konzekvenciát. Most mit kell mondani, most mit kell tenni, mit kellett volna annak a másiknak tennie? Persze, nem arról van szó, hogy a bűnt nem kell bűnnek nevezni, hiszen az Úr Jézus is tanította, hogy a búzát külön kell választani a konkolytól, mert más a búza, más a konkoly. A búza az életet jelenti, a konkoly meg szinte méreg, az a halált jelenti, de sehol sem engedte meg az Úr Jézus az övéinek, hogy a konkolyt kitépjék. Úgy mondja, azzal nagyon könnyen kitépnénk a búzát is. Hadd nőjön mind a kettő együtt az aratásig. És mi az aratás, hogy tanítja az Úr Jézus? Majd a világ vége.
akkor majd jönnek az angyalok, nekik majd megparancsolja az Úr Jézus, hogy válasszák külön a buzát és a konkot, nekünk ez soha nem feladatunk. Olyan nagyon különös lelki érzékkel lehez, hogy észrevegyük, hogy mi az, amit bűnnek kell nevezni, és mi az esetleg, amit a másik életében el kell takarni, el kell fedezni. Noé történetéről hadd mondjak el egy részletet, amit olyan kevesen ismerünk, mert hát igazából Noéról mindig az jut eszünkbe, hogy ő volt az, aki a bárkába nyolcad magával túlélte az özönvizet. Na az ige még beszél róla egy kicsit, és azt mondja az ige, miután Noé kijött a bárkából, három fia volt, Sém, Hám és Jáfet, az ő feleségék és Noé felesége, hát így voltak nyolcan, hát Noé elkezdett földműveléssel foglalkozni. Egyszer szőlőt ültetett, gyönyörű szőlőt teremhetett rajta, és bort készített. Talán nem ismerhette a bornak a hatását, és ahogy így talán többet ivott a kelleténél, egyszer csak részegen a sátrába mesztelenre vetkőzve feküdt ki. És bement Hám, a kisebb fia. És akkor meglátta apját, kijött, elkezdett pletykálni, nézzétek már meg apánkat, nézzétek már a vélembert, mit csinál, hogy csinál, ó, ilyen, olyan, és jót nevetett rajta. És akkor azt olvassuk, hogy Sém és Jáfet, amikor meghallotta, hogy mi történt, ők nem nevettek. Nekik olyan érzékeny volt a lelkük. Ők vettek egy ruhát, bementek a sátorba, de háttal, hogy ne nézzenek oda, és letakarták apjukat. Másnap, amikor az öreg Noé felébredt, kijózanodott, és megtudta, hogy mi történt, hívatta Hámot, és megátkozta. Átkozott Hám, szolgák szolgálja, rabszolgák rabszolgálja leszel. És valóban így is lett. Sokan ezt az igét idézve vezették be a rabszolgaságot, nem volt helyes, de mégis a Noé átka teljesedett be rajta és az ő utódain. Mert az átok nem csak az ember életére szól, hanem még az utódai életére is. Hogy mondja az ige? Harmad és negyed iziglen. De mond valamit az ige Sémről és Jáfetről is. Amikor az apjuk meghallotta, hogy ők mit tettek, pedig igazuk lett volna, ha ők is gúnyolódnak, mint Hám, mert emberileg nézve sokszor úgy tűnik, hogy igazunk van, nem? De itt soha nem az a kérdés, hogy kinek van igaza. Sém és Jáfet elfedezték apjukat. Nem néztek oda. Nem nevettek rajta, nem pletykáltak. És amikor Noé megtudta, hogy ők mit csináltak, akkor magához hívatta őket és megáldotta. Megáldotta Sémet, megáldotta Jáfetet, azt mondja, veletek lesz az Úr, lakjon nálatok, szolgáljon nektek Kám, amiért ilyen gonosz volt. Érdekes, hogy emberileg nézve jogos volt az, amit a farizeusok és az írástudók tettek, hogy oda vezették azt az asszonyt, sőt, oda se kellett volna vezetni, nyugodtan meg lehetett volna kövezni, ezt mondta ki a törvény. Kámnak is igaza volt, de itt soha nem az a kérdés, hogy kinek van igaza. Itt egyetlen egy kérdés van. Van-e bennünk az a krisztusi lelkület? Ami nem a bűnt védi, mert az Úr Jézus sem a bűnt védte, hanem eltakarta a bűnöst. Nem kezdte el megmagyarázni a bűnt, hogy hát tudjátok, az az este, hát a felfokozott hangulat, nagy zene, hát úgy tudjátok, á, nehéz, na meg lehet érteni. Nem mondott ilyet az Úr Jézus, nem? A bűn az bűn, a körülményektől függetlenül. De az asszonyt elkezdte védeni. Igaza lett volna Hámnak is. De azért, mert igaza volt, átkot kapott. Sém és Jáfet pedig félre tudta tenni a saját igazát, és megáldotta őket az apjuk, és áldottak is maradtak. Az ördögre és a vádlásra az eredeti görög szövegben nagyon hasonló szavak vannak, mert ördögi lelkület az, amikor valaki csak vádol. És krisztusi lelkület az, amikor valaki védeni tud. A Jelenések könyvében olvassuk, hallottam, hogy egy hatalmas hang megszólal a mennyben. Most jött el az üdvösség, Istenünk ereje és király uralma, és az ő Krisztusának hatalma, mert levettetett testvéreink vádlója, aki a mi Istenünk színe előtt éjjel és nappal vádolta őket. Hát az ördögről mondja az ige, hogy vádol állandóan, és levettetett. A
a nagy tanács tagjainál már készen volt az ítélet. Őket igazából nem is érdekelte Jézus véleménye. Egyetlen egy gondjuk volt csak, hogy hogy lehet Jézust valamivel csapdába csalni. Mert gondoljunk csak végig, bármit mond az Úr Jézus, megfogták. Ha azt mondja, hogy el kell engedni és meg kell bocsátani, mint amiről prédikált is, akkor megszegi a mózesi törvényt. Akkor nem törődik az igével, nem tiszteli az igét, az Isten beszédét. De ha azt mondja, hogy meg kell kövezni, akkor hol van az a szeretet, amiről eddig prédikált? Sőt, a rómaiak ellen is lázít, mert abban az időben halálos ítéletet csak a római tisztviselők mondhattak ki, a zsidók soha. Bármit mond, meg van fogva. Ebből nincs menekvés. De tovább növeli a feszültséget azzal, hogy hallgat. Sőt, lehajol és valamit ír a földbe az ujjával a porba, és nem szól. Sokan kérdezik talán, mit írhatott az Úr Jézus. Nem tudjuk pontosan, az eredeti görög szövegben az van, hogy valamit ellenük írt, és a legtöbb Biblia magyarázó azt mondja, hogy a Jeremiás könyvében le van írva, hogy Uram, te vagy Izrael reménysége, megszégyenülnek majd, akik ellened elhagynak téged. A tőled elpártolók nevét porba írják, mert elhagyták az Urat, a friss víznek forrását. A Zsoltárok könyve is azt mondja, hogy ellenségének nevét Isten a porba írja. Lehet, hogy erről van szó, lehet, hogy nem is annyira lényeges talán, de úgy hiszem, hogy ez alatt az idő alatt, amíg az Úr Jézus nyugodtan, higgadtan, ujjával ír a porba, adott időt a vádlóknak, hogy egy kicsit elcsendesedjenek. Mert az ember úgy fel tudja spilázni magát. Ugye, amikor valakinek a dolgairól szó van, az ember saját magát is felingerli, aztán a körülötte lévőket is. És olyan érdekes, hogy ezek az emberek beszéltek az asszonyról, de nem beszéltek az asszonnyal. Azért ez különbség, nem? Könnyű másnak a gyengeségét kipellengérezni és beszélni róla, mennyivel nehezebb beszélni vele, emberszámba venni, mert az Úr Jézus emberszámba vette. És mennyivel nehezebb imádkozni érte, nem? Aki valami rosszat tett, vagy nekünk, vagy valaki másnak, én épp magamra csodálkoztam rá, hát sokszor rácsodálkozok a saját gonoszságomra, de épp úgy végig gondoltam, hogy imádkoztam sokakért, és valaki ér meg, aki meg ártott, hát személyesen nem nekem, olyan nehéz volt imádkozni, úgy belegondoltam, hogy na, Uram, akkor már imádkoztam azokért, akikért kellett, de mi van azzal, akire most neheztelek? És amikor érte kellett volna imádkoznom, a nevét se tudtam kimondani, és úgy elhallgattam, hogy hát, amen. Aztán úgy végig gondoltam, milyen gonosz is vagyok. Milyen nehéz imádkozni azokért, akikre megharagszunk, nem? Aztán elkezdtem pár szóba imádkozni érte is, hogy Uram, ez így nem jó. Hadd könyörögjek érte is. Az ítélet mindig készen van az embernél, ez nem kérdés. Odaállították az asszonyt, a mózesi törvény azt mondja, hogy hát te mit mondasz? Nem mintha érdekelte volna őket az Úr Jézus véleménye. Hány szó van így az ember, hogy azért megkérdezem, Uram, te mit mondasz, de remélem, hogy azt fogod mondani, hogy nekem van igazam, mert ha nem ezt mondod, akkor nem hallottam. Nagy dolog, amikor az ember úgy tud oda menni az Úr Jézus elé, hogy szeretném hallani a te véleményedet. Jó Sándorról jegyezték fel, hogy még teológus korában a szobába épp megbeszélést tartottak valamilyen ügyről, és hát mivel sokan voltak, mindenki szerette volna elmondani a véleményét, azt mondták, ezért ABC sorrendben megyünk, és akkor mindenki hozzászólt az ügyhöz, és amikor Jó Sándorhoz értek, akkor ő csendesen csak annyit mondott, fiúk, a jó előtt még jé van. Mi itt egymás között megbeszéljük, de kérdezzük már, mit mond Jézus. Ez nem érdekel bennünket? Az ítélet készen van, ez nem kérdés. A mások életében könnyen ki tudjuk mondani az ítéletet, de amikor az Úr Jézus szól, és válaszol, mert azért sürgették, mit mondasz, mondj valamit, ha nem hallgathatsz. És akkor az Úr Jézus azt mondja, jó, rendben van, meg kell kövezni, igaz, jó, jó a törvény, de az vessen rá először követ, aki maga nem bűnös. Másodikat bárki dobhatja. Csak az elsőt dobja az, aki soha semmilyen bűnt nem követett el.
És mit olvasunk? Azok pedig ezt hallva egymás után kimentek. Egy másik szövegvariáns azt mondja, hogy a lelki ismeretük elkezdte őket vádolni. Érdekes, hogy addig nem beszéltek a saját bűneikről, mert ha nem látszik, akkor nincs is, ugye? Csak az van, ami látszik. Az, hogy mit gondolok, mit teszek olyankor, amikor más nincs ott. Arról most ne beszéljünk. Most erről az asszonyról beszéljünk. Mit tett ő? Mi az ítélet? Beszélgessünk csak róla. Érdekes, hogy könnyű beszélni másoknak a bűnéről, de az ember a sajátjáról már ritkában beszél. Pedig ez lenne a fontos. Az vessen rá először követ, aki maga nem bűnös, és akkor csendesen, lehet, hogy kövek is voltak már náluk, mert ilyenkor azért az izraeliták vitték magukkal, biztos, ami biztos, a kősivatagban nem biztos, hogy akad, viszünk magunkkal, és olyankor lehet, hogy úgy csendesen elejtették a követ, úgy csendesen félrerúgták, ne is lássa senki, hogy volt nálunk, és elsomfordáltak. Tudjátok, Jézus szava működésbe hozta a lelki ismeretüket. Miközben az ember igét olvas, lehet, hogy felébred az ember lelki ismerete, és olyan különös, hogy valaki azért volt ott a tömegbe, aki dobhatta volna az első követ. Ugye tudjuk ki? Az Úr Jézus soha nem követett el semmi bűnt, ő dobhatta volna. De ő nem dobta. Ő nem ítélte el az asszonyt, sőt, nem ítélte el a vádlókat sem. Na ez már nehéz lenyelni, ugye, hogy Jézus a vádlókat se ítéli el. Nem csak engem, a másikat se. Engem ne ítéljen el, de hát a másikat. Nem, őket se ítélte el. Ő nem azért jött, hogy vádoljon. Így mondja róla János apostol, mert az Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. Érdekes, hogy nincs benne gyűlölet. Pedig gondoljunk bele, félbeszakítják a prédikációját, ő csendesen megáll. Nem lesz tőle dühös. Nem akarja elítélni a vádlókat sem. Időt ad nekik. Utat mutat. Nem sértődik meg, nem háborodik fel, ők hergelik egymást, de ez Jézusra nem hat. Egy kis csendességet ajánl nekik. Végül pedig azt olvassuk, hogy csendesen, kihasználva a csendet, ezek úgy elmentek. Bűnösök voltak? Igen. Ők maguk mondták ki magukról az ítéletet, azzal, hogy elmentek. Valaki egyszer úgy mondta, hogy volt egy közös és egy nagy különböző dolog az asszony és a vádlói között. Hát a közös az volt, hogy mind bűnösök voltak. Az asszony is, meg a vádlók is, az igaz. És mi volt a különbség? Az, amikor az Úr Jézus felnézett, és nem látott ott már senkit, csak az asszonyt egyedül. És megkérdezte, hol vannak a vádlóid, senki sem ítél el téged? És figyeljétek, mit mond az asszony? Senki, Uram. A farizeusok hogy szólították meg az Úr Jézust? Mester, tanító! Tisztelettel. Igaz, hogy tiszteletlenül viselkedtek, de tisztelettel beszéltek. Jézusnak azt mondja ez az asszony, hogy Uram. Augustinus mondja, ketten maradtak a nyomorúság és az irgalom. És úgy hiszem, hogy itt van a történetnek a csúcspontja. Amikor nem kérdés, hogy az asszony halált érdemlő bűnös, de ott maradt az Úr Jézussal a középen. Olyan jó lenne nekünk is így ott maradni az Úr Jézussal. Ugye, olvastuk a Zsoltárok könyvében, hogy Dávid az Istenhez menekül. Uram, sokan vádolnak, rengetegen ellenem beszélnek, lehet, hogy igazuk is van, de Uram, én benned bízom. Uram, én a bűneimmel hozzád menekülök. Mert lehet, hogy most még nem beszélünk a bűnökről, lehet, hogy az ember most még eltakargatja, meg hát nem látszik, nem tudnak róla, de az ige mondja, hogy az utolsó napon, amikor az Úr Jézus visszajön, akkor mindenki előtt nyilvánvalóvá válik a bűne. És akkor majd azt mondják az emberek a hegyeknek, essetek ránk, halmok, rejtsetek el a királyi trónuson ülő haragja elől.
de akkor már nem lehet lesz elmenekülni. Akkor már nem lehet lesz elrejteni. Óriási dolog, amikor az ember ma, amikor az ő szavát hallja, nem keményíti meg a szívét, hanem alázatosan odáll a középre az Úr Jézus elé, és bevallja bűnét. Hogy mondta Dávid, bűnömet bevallottam, vétkem nem takargattam, mert nem is lehet, és te elvetted rólam bűneimnek a terhét. Mert ez történt itt meg az asszonnyal. Nem kérdés, hogy bűnös. Inkább az a fontos, hogy az Úr Jézus ezt elvette. Lehet nekünk is elsomfordálni, csendesen elmenni, nem is nagyon tudunk egymás titkos életéről, arról, amit senki nem lát. Ugye az Úr Jézusról mondja az ige, hogy ő belelátott az emberek gondolatába. Lehet, hogyha velünk is így történne, hogy egymás gondolatába beleláthatnánk, akkor lehet, hogy egy idő után megfordulnánk, és azt mondjuk, köszönjük ebből a barátságból, mi nem kérünk. Mert az nem kérdés, hogy az ember bűnös. Az nem kérdés, hogy halált és kárhozatot érdemlek. Épp a minap hallgattam egy rádió műsort, ahol egy pap arról beszélt, hogy mennyire jó az Isten, Isten nem akar senkinek rosszat, a kárhozatot nem is Isten teremtette. Pedig az ige világosan beszél arról, hogy a kárhozatot Isten teremtette az ördögnek és az ő angyalainak, és mindazoknak, akik nem fogadták el bűnékre a bocsánatot, amit az Úr Jézus által felkínált az Isten. Az nem kérdés, hogy egyszer a bűnről beszélni kell lesz. Inkább csak az a kérdés, hogy mikor és hogyan. Mert amikor az asszony ott maradt, lehet, hogy ő is elmehetett volna, nem? Nincsenek váltók? Megyek én is. Nem. Nem megyek. Most az Úr Jézus előtt állok, nem mehetek. És milyen jó, hogy nem ment el. Mert az Úr Jézus megkérdezte, senki nem ítél-e? Én sem. Én sem ítéllek el. Egyedül neki volt joga elítélni, és ő nem ítél el. Kedves testvéreim, ez a legnagyobb evangélium. Hogy az Úr Jézus halt meg a mi bűneinkért, mert ő nem törölte el a törvényt. Hogy mondja a törvény, aki bűnt követ el, annak meg kell halni, ez nem kérdés. De az Úr Jézus odaállt az asszony helyére, odaállt az én helyemre, és odaállt a te helyedre is, hogy mindannyiunk bűnéért ő szenvedjen. Hogy mondja Ézsaiás próféta? Isten akarata volt, hogy összetörje a betegség. Feláldozta életét. Igen, értünk. Mert ő a törvényt maradéktalanul betöltötte. Ha azt mondja a törvény, hogy halál, a bűnzsoldja a halál, akkor ott a halál. Annak végbe kell mennie. De utána folytatódik az ige, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet. Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Én sem ítéllek el téged. És tudjátok, kedves testvérém, ha az Úr Jézus nem ítél el, akkor senki sem ítélhet el. A római levélben mondja Pál apostol által a Szentlélek, ki vádolná Isten választottait, hiszen Isten az, aki megigazít. Ki ítélne kárhozatra, hiszen Krisztus Jézus az, aki meghalt, sőt feltámadt, aki Isten jobbjában is esedezik is értünk. Ott a válasz, ugye? Senki. Ha az Úr Jézus nem ítél el, és hogy mondja, én sem ítélek el. De ezt nem mondta azoknak, akik elmentek. Ezt csak azoknak mondta, akik ott maradtak mellette, és akik ma is vállalják, felvállalják a bűneiket. Akik ma is alázatos szívvel el tudják mondani az ének szavait, mind mi kénsütésért magam hoztam reád. Uram, ez szenvedésért lelkemben ég a vád, feddő szót érdemelve, itt állok én szegény, és kérlek, lelked kegyelme, sugározzék felém. És mit mond? Én nem ítélek el. És új kezdetet ad. Na ez az új élet. Amikor azt mondja, menj el, többé ne vétkezzél. Soha nem vétkezett többet ez az asszony. Úgy hiszem, a paráznaság bűnében nem, de tudjátok, van azért még az ember életében rengeteg bűn. És egyszer Péter apostol megkérdezte az Úr Jézust, Úr Jézus, hogy is van ez? Hányszor bocsáthatok meg az én ellenségemnek? Egyszer még csak-csak, de kétszer már nem szoktunk, ezért Péter egy kicsit tovább megy, és azt mondja, Uram, még hétszer is? Már kicsit sok. És akkor Jézus azt mondja, nem azt mondom neked, hogy hétszer, hanem még 70-szer hétszer is. Hogy? Igen.
70x7-szer is, uram, a számtalan. Az egyébként a teljesség száma. Ez nem matematikailag kell kiszámolni. És tudjátok, ő, aki bennünket arra tanított, hogy bocsássunk meg, mennyivel inkább megbocsát nekünk, ha oda megyünk elé a bűneinkkel. És ha mi megkaptuk a bűnbocsánatot, akkor kérhetjük még magunkra az átkot azzal, hogy másokat megítélünk, úgyhogy igazunk van? Mint Hám, vagy mint ezek a vezetők? Vagy pedig néha illedelmes, udvarias figyelmetlenséggel, mint Sém és Jáfet, rátesszük azt a takarót arra a gyengeségre. És könyörgünk a másikért. Mert ez a krisztusi lelkület, és ezen nyugszik meg az Isten áldása. Hát így mehetünk mi is az Úr Jézus elé a saját bűneinkkel, így kaptunk mi magunk is bocsánatot. És így hozhatjuk elé másoknak a bűneit is, arra is kérve a bocsánatot, és megkapva a saját életünkre az áldást. Hát ezt készítette az Úr Jézus az őt szeretőknek. Ezért jöhetünk hozzá bátran, bizalommal, reménykedő szívvel. És ő ismét mondja, én sem ítéllek el. Eredj el, és többé ne vétkezzél. Amen. Az ige hirdetésre válaszolva a 418. dicséretünk első versét énekeljük. A 418. dicséret első verse így kezdődik. Halld meg bűnös ember, Jézus szeret. 418. dicséret első verse. Imádkozzunk. Hatalmas Istenünk, megváltó Úr Jézusunk, egykor eléd rohantak a vezetők más bűnével, mi pedig hadd boruljunk most le eléd a saját nyomorúságainkkal, bukásainkkal, kísértéseinkkel, és hadd hozzuk eléd azt, ami bennünk van. Köszönjük, Úr Jézus, hogy biztatsz bennünket, hogy te szeretsz, és az eléd hozott, bevallott és elhagyott bűnt te megbocsátod. Könyörülj rajtunk, hogy olyan könnyen tudunk ítélkezni mások fölött, és olyan nehezen ítéljük el a saját életünkbe a bűnt. Milyen könnyen észrevesszük a másik szemében a gerendát, és mennyire figyelmen kívül hagyjuk a magunk szemében a gerendát. Kérünk, Úr Jézusunk, könyörülj rajtunk, bocsáss meg nekünk. Emlékezz meg rólunk, hogy eléd jöttünk, és veled szeretnénk maradni, hogy itt maradjon a nagy nyomorúság, és a te végtelen irgalmad, és így legyen nekünk találkozásunk veled. Áldj meg bennünket, hogy mi is ilyen lelki figyelmességgel el tudjuk fedezni mások gyengeségét. Tudjunk segíteni ott, ahol más elbukik. Tehetjük ezt mind úgy, hogy mi már megtapasztalhattuk, hogy te nekünk sokkal többet bocsátottál meg. Hadd hozzuk így eléd családtagjainkat, szeretteinket. Hadd könyörögjünk betegeinkért, a gyászolókért, a szenvedőkért. Kérünk, te légy az ő vigasztalójuk.
De hadd hozzuk eléd azokat, akikre mi neheztelünk, akikért mi nehezen imádkozunk, akik fölött mi már sokszor kimondtuk az ítéletet. Úr Jézus, az ítélet egyedül a te tiszted. És köszönjük, hogy te nem elítélni jöttél, hanem menteni. Bocsásd meg, hogy mi mégis sokszor ítélkezünk. Hadd könyörögjünk népünkért, nemzetünkért. És hadd könyörögjünk ezért az országért, amelyben élünk, ennek vezetőjéért. Kérünk, te áld meg őket bölcsességgel, szeretettel. Te adj nekik bölcsességet a döntésekben. Eléd szeretnénk hozni a választásoknak a kérdését is. Kérünk, Úr Jézusunk, hogy a te akaratod érvényesüljön, ne pedig emberi akaratok. Kérünk, kegyelmesen gondolj erre a nemzedékre, és könyörülj mindannyiunkon, akik benned bízunk és hozzád menekülünk, aki így tanítottál imádkozni. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Áldásvételre készülve énekeljük hitvalló énekünket, mindig velem, Uram, mindig velem. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa feléd orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon te néked békességet. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a rövid hirdetéseket. Hirdetem az adakozás elkészített lehetőségét, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Hirdetem alkalmainkat, ma délután a Biblióra 3 órakor lesz megtartva, hétfőn az asszonykör 2 órakor, kedden az imaközösség 9 órai kezdettel veszi majd kezdetét. Hirdetem, hogy szerdán a hétköznapi istentiszteletet a már megszokott időben 4 órakor fogjuk majd tartani. Előtte 3 órakor pedig KT, illetve bibliaismeret óra lesz a 8. és 9. osztályosok számára. Egyéb hirdetésünk nem lévén énekeljük záró énekünket, a 459. dicséretünk minden versét. A 459. dicséret így kezdődik, áldó hatalmak oltalmába rejtve.